Üdvözlök újra mindenkit itt, az Alkonyat erdőben, ahol a bevégzők reszketnek a félelemtől. Nem tőlem, nem kell aggódni, mivel ez nem is foglalkozik velem. Én Egon vagyok egyébként, hogyha az intróból ez nem derült volna ki esetleg, és ezúttal egy kicsit gyorsabbra fogom venni a tempót, tehát ne tévesszem meg senkit ez a nyugodt kis bevezető, amit most éppen csináltam. Láttam a korábbi részeket és szerkesztés közben, hogy hát nagyon eltököltem, úgyhogy most igazán gyorsan kéne fogni a tempót, hogy végre valahára ezzel a sok-sok érccel kezdjek is valamit, végre ki legyenek bányászva mind, és akkor nézzük csak, hogy hogy halad a feldolgozás itt közben. Igen. Ja igen, meg ide betette azt az ércport valószínűleg. Igen, ez nem tudom, hogy hogy kerül ide. És jó, ezt majd megnézem, hogy mit csinál. Ez a karom. Azt hiszem, amit erősíteni lehet vele, nem tudom. Az igen, ilyet is csináltam. Mikor csináltam én ilyet? Nem is tudok róla. Nagyon fura. Na mindegy. Szóval, addig, amíg én itt bányázgatok, szeretném, hogy biztosítva legyen, hogy legyen folyamatosan feldolgozás, és úgy tűnik, hogy van is. Nagyszerű. Akkor azt csinálom, hogy most magammal viszem ezt az állomást, eszközállomást, és akkor így mindig meg tudom javítani a csákányomat, mert nem szeretném elhasználni igazából a... Ez miért ugrik ki mindig? Nagyon fura. Lehet túl gyorsan jön, ki tudja. Az igen, jó sok félre megy. Na mindegy. Úgy, hagyom. Oké, és akkor megyek is kiszedni azt a sok-sok ércet, ami ott bent van a barlangban. Jó, ezt is betettem. És akkor kéne még néha azt a... Ezért kiveszem mondjuk ezt a pár dolgot. Ez nem kell nekem. Ez sem kell nekem. Ez sem kell nekem. Ez se kell nekem. Jobb helye lenne mondjuk itt. Úgy, ebből se kell, egyáltalán igazából sem ennyi. Ez se kell most. Ez se kell egyáltalán. Az kell, az kell, az kell. Jó. Úgy. És akkor ezt még elteszem, mert ez se kell most. Az arany. Jajaj, így teli lesz. Akkor innen ki kéne venni valamit. Mi az, ami úgy nem annyira illik ide. Még igazából tök mindegy, hogy mit veszek ki. Mondjuk a kvarcot kiveszem. Átteszem ide. Jó. Ah, amúgy is ott volt. Na. Akkor. A bevégzővel most nem foglalkozok, majd később szerzek bevégzőkristályt. És... Nincs is... Nincsen fémcsákányom. Nincs vascsákányom. A fene. Na, később majd belekezdek ebbe a fémégetésbe is. Amihez majd egyébként kapok egy másik könyvet, és ott majd csinálok ilyen Tinker's Constructos csákányt is, de egyelőre csak azzal foglalkozok, hogy ilyen alapcsákányom legyen. Na, kell ahhoz fa. Nem ez a fajta fa. Ez jó lesz. Úgy, és akkor csinálok magam belőle a csákányt. Sőt, csinálhatnék kettőt is akkor már igazából, nem? De. Úgy. Úgy, és akkor kettő is lesz egy tartalékba nekem. Jó. És igen, egyébként ezt szeretném használni. Ezt a csákány. Inkább mivel azt meg lehet javítani, tehát nem... Igen, ilyennel, kovakővel meg lehet javítani, így nem veszik annyira kárba fontos nyersanyag. Ezt ide beteszem, jó. Na, gyerünk, haladjunk. A franc, ránéztem, ugye nem... Jó, a gyökérre néztem, nem rá. Oké, és akkor megnyugodtam. Na, ott kezdődik a helyzet, hogy... Igen. Hogy az a nagy gond, hogy ezek így fent vannak a plafonon, tehát... És lefelé esnek, tehát, hát mondjuk ez egyértelmű, tehát mivel lefelé esnek, ezért mindig le kéne mennem érte. De szerintem én most azt fogom csinálni, hogy lentről felfelé megyek, tehát
kibányászom azt, amit alulról tudok, és hát persze gyorsan fel is szedem, amint lehet, és akkor így nem veszik el lehetőleg semennyi ért sem. Hát, ha nem is semennyi, de legalábbis a lehető legkevesebb. Mert korábbi részekben is láttam, hogy leesett, és nem mentem utána, vagy éppenséggel nem találtam meg. Ja, meg az ilyesmit is hanyagolni fogom most, hogy itt elkallódjak, mert hát akkor nem haladok ezzel az értbányászással. És az ilyen érceket, hát most szerintem ki fogom szedni. Ezt ki lehet ezzel szedni? Nem? Ezzel ki lehet szedni? Ezzel ki lehet. Azért, mivel most van rengeteg helyem, úgyhogy van hova tennem ezeket az érceket is. Na. És egyébként van egy másik jó hírem is, azon kívül, hogy végre haladni fogok. Hogy, jaj, hogy megnéztem, hogy hogy kell ilyen waypointot lerakni, amit Szivacs is mondott korábban. Együttéssel megöltem, komolyan? Ja, hát mondjuk fentről leesett. És azt igazából nem annyira bonyolult, csak éppenséggel nem tudtam, hogy melyik gombbal kell. Ezt az én billentyűzetemen legalábbis a kötőjellel. Ezzel kéne. És itt ki lehet választani, hogy melyik világban legyen. Túlvilágon, a rendes világon, a végdimenzióban, vagy az alkonyat erdőben. És most még sírre megyek, mert most nem kell egyik se, de legalább most már tudom, úgyhogy be tudok jelölni helyeket magamnak. Ja, és a másik dolog, amit még nem csinálok, hogy így nem keveredek el, mint most is például, hogy csak így rohangálok jobbra-balra, és közben nem csinálok semmit. Mert hát azzal nem fogok előrébb jutni. Természetesen. És egyébként, hogyha szeretitek hallgatni, ahogy beszélek, mert hát nem beszélgetek végül, csak beszélek magamban, akkor fel tudok dobni egy témát, ami igazából hozzám kapcsolódik, és valamilyen szinten más videósokhoz is. Ez pedig a videósok válasza a sorozaton. Na hát ezzel kapcsolatban, valószínűleg csinálok majd egyébként erről egy külön videót is, de ezzel kapcsolatban ilyen érdekességeket mondanék most. Például azt, hogy ez a sorozat eredetileg, mondjam úgy, nem az enyém volt, tehát én ezt úgy, szó szerint így, ahogy mondom, megkaptam Marcinyótól, akit egyébként nyugodtan hívjatok inkább Marcinak, mert már ezt a nevet nem használja. Legjobb tudomásom szerint. Én is igazából csodálkoztam rajta, hogy honnan a francból jött neki ez a név, de hát úgy tűnik most már ő is meggondolta magát, hogy ez tényleg kicsit búgy után hangzik. Lehet azért, lehet nem azért, nem tudom. Nekem igazából mindig is olyan búgy utának hangzik. Mivel eredetileg ez, ennek az volt a címe, hogy magyar videósok reakciója. És pedig ugyanaz volt a szisztéma, mint most is, hogy három kérdés epizódonként és jó pár videós. Csak sajnos nem volt túl sok kikötés igazából, tehát nem volt olyan, hogy legyen ennyi meg annyi feliratkozója, nem volt az, hogy most aktív videó se, nem volt az, hogy most nem tudom, tudott-e normálisan válaszolni a kérdésre. Ebből következően lettek ilyen fogyatékos válaszok, vagy fogyatékosoknak. Nekem nincs semmi bajom azzal, akik ilyeneket mondtak a sorozat folyamán, csak szimplán az ilyen válaszok nem visznek szerintem senkit sem előrébb. Se én nem leszek okosabb, se nem szórakozok rajta. Egyszerűen, hogy is mondjam, egy ilyen lusta megoldás erre a problémára, hogy akkor most válaszoljon valamit, az szerintem hülyeség. Például egy ilyen válasz. Szerintem hülyeség. Hát jó. Mások szerint meg nem. De miért hülyeség? Mert szerintem az. Attól még nem lesz valami hülyeség, hogy valaki szerint az. Attól se, hogyha sok ember szerint, csak éppenséggel úgy többen elfogadják, hogyha több ember mondja ugyanazt. Tehát az ilyen válaszokat igazából nem fogom mostantól bevágni, mint ahogy ezt korábban Marci tette, mivel szerintem ezek szimplán igénytelenek. Nem a humorral nincsen bajom igazából, hát én is milyen fárasztó poénokat mondok állandóan, hanem csak szimplán azzal, hogy az ilyesmik akár még simán sértőek is lehetnek. Nem is kevés embernek. Például mondjuk nagyon sokan mondjuk szeretik a dubstepet, azoknak rosszul esik, hogy én nem vagyok fogyatékos,
Sőt, rengeteg embert ismerek, akik tök normálisak, aztán mégis imádják a dubstepet. Speciál, én is szeretem a dubstepet. Nem mindegyiket, persze, de szeretem magát a műfajt. Szóval nekem is így kellemetlen volt, hogy de most ennyire beszűkült gondolkodású az az illető? Sőt, ha már ilyen beszűkült gondolkodású, eleve már a készítő, a szervező hibája, hogy minek hív meg ilyen beszűkült gondolkodású embereket? Most például az egyik epizód, ezt így háttérinfóként nyugodtan elmondom, a valóságshow-k. És ezt én úgy szeretném, vagy szerettem volna, hogy arról beszéljenek, amilyenek lehetnek a valóságshow-k, ami az alapötlete a valóságshow-knak, nem a magyar valóságshow-k. Ezt így is adtam meg az összes embernek, aki elfogadta a... Hát aki vállalkozott rá, hogy szeretne ebben a témában is részt venni, hogy valóságshow-k. Nem magyar valóságshow-k, nem valóságshow-k Magyarországon, nem magyar televízió, hanem valóságshow-k. És akkor így 95%-ban a magyar valóságshow-król beszélnek, hogy szerintem szar, és egy borzasztó színvonalat képviselnek, és ilyeneknek nem is kéne létezniük. Miközben vannak olyanok is, amik tök jók, lehet, hogy nekik azok se tetszenének, persze, de attól függetlenül nagyon meglátszik, hogy elfogultak. És rossz viszonylatban. Elnézést az előbbi kis zaj miatt, hogyha esetleg hallottátok, csak a telefonom beregett, és igen, ez a borzasztó, süvítő hang ez a telefonom, mert a régi betárcsázós modemnek a hangja van beállítva rá. Igen, informatikus vagyok, és ez igazából kifejezetten ilyen informatikus poénnak van számba, tehát az, aki tudja, hogy ez mi ez a hang, az nagyon fogja a fejét, amikor meghallja, hogy úristen, ezt nem hallottam már 15 éve. És nem is akartam, mert borzasztó hangja van. Tehát egyik legdurvább, süvítő zaj, amit csak ismerek néhány előadó zene számán kívül. És igen, tényleg, zeneszámok. Tehát ezt majd be fogom linkelni ezeket, amikről beszélek, mert tényleg ezek zene számoknak mondott dolgok, de szerintem ezek borzasztóak igazából. Értem, hogy miért élvezik egyes emberek, értem, hogy mi lehet benne a jó, nekem nem jó, de szimplán borzasztó egyik-másik ilyen kreálmány. Mert ezek már tényleg innen súrolják a zene és a zaj határát. Volt is erről igazából jó pár vitám, hogy olyanokat mondanak a zenémre, vagy a zenére, amit hallgatok, hogy fú, ez nem zene, ez szar. Ez meg nem vélemény, ez szar. Tehát ez egy hülye érv, hogy azért nem zene, mert neki nem tetszik. Nagyon sok mindent neveznek zenének, és nagyon sok mindenre mondták, hogy nem zene, amit ma esetleg annak tartanák, vagy régen annak tartottak. Tehát így videósok válaszára visszatérve, az elfogultsággal kapcsolatban, nekem nincs ezzel semmi problémám, hogyha valaki elfogult valamivel kapcsolatban. Legyen az konzervatív, legyen az nem konzervatív, független eset, hát na, független nem az, pont nem az elfogult, szóval bármilyen téren is elfogult, én nem bánom, csak akkor ne úgy mondja, hogy ez tök jó, ez tök szal, mert az nem visz senkit sem előre. Akkor már inkább mondja meg, hogy miért tök jó, miért tök szar. Tényleg. És valóság soknál is ezt tapasztaltam, hogy többnyire annyit mondtak, hogy ez rossz, és hogy ez ilyen meg olyan. És az a szomorú, tényleg, az nagyon szomorú, hogy én belinkeltem nekik, hogy mégis milyenek vannak, amik nem szarok, legalábbis szerintem, itt YouTube-on kettőt, egy külföldit, ahol egy csávó próbál túlélni a vadonban, tök egyedül.
jóformán minden eszköz nélkül, és a másik pedig egy magyar, ahol egy magyar srác a mindennapjait felveszi. Mint egy valóságshow, csak hát persze nem annyi szervezéssel, de azért mégis a tartalom az ott van. És így is olyan válaszokat kaptam, hogy szerintem ezek borzasztó, amit képviselnek, borzasztó ez az egész úgy, ahogy van. És nagyon érződött rajta, hogy ezt kizárólag a magyar valóság sok alapján mondják. Mivel ezekre egyáltalán nem volt igaz, ezekre, amiket belinkeltem. Mivel semmi olyan megjátszás, semmi rossz indulat nem volt bennük konkrétan. Hoppá. Eldumálgatom itt a saját figyelmemet. És ezt nagyon sajnáltam személy szerint. Mondjuk persze, meg is értem igazából, hiszen végül is ők csak ezt látták, tehát mi más alapján mondanának véleményt, ha nem az alapján, amit francban már megint, amit ők tapasztaltak. Ezt meg tudom érteni, viszont ezt így kell mondanom, akkor ne csodálkozzanak, hogy nem kerülnek bele, mivel én nem arra vagyok kíváncsi, hogy így gyűlölköznek, mert hát kimegyek az utcára, valakitől kérdezek valamit, és akkor minden második ember így utálkozva, fintorogva fog nekem válaszolni. Szinte bármire, mert ez Magyarország. Mert ilyenek a magyarok. Ezen nem kell megsértődni. Tényleg ilyenek. Sajnos. Én is ilyen vagyok olykor. Sajnos. Sajnálom. Ez van. És persze, erre lehetne mentségeket hozni, hogy jaj, ezt eltanultam, meg jaj, ez izé körülmények, meg minden hülyeség, de attól még a tényeken nem változtat ez. Hogy igenis, a magyarok azok nagyon undokok, nagyon kötekedőek természetüknél fogva. És nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, de nagyon nagy részük. És várom, komolyan várom erre a videóra is azokat a kommenteket, hogy jaj, nem, marhasságokat beszélsz, meg csak a környezetedből indulsz ki, és teljesen jogos lenne. Persze, én tényleg a környezetemből indulok ki, meg a környezetemnek a környezetéből, amikor már másoktól is ezt hallom. Mert én nagyon szívesen hallom, hogyha esetleg valaki meg tudja cáfolni azt, amit mondok, én annak csak örülök, főleg ilyen dologban, amilyen kellemetlen. Mert hát miért lenne az egy jó hír, hogy a magyarok azok nagyon rossz hírűek külföldön is, ez a rossz modor miatt, amit mutatnak embertársaik felé. Ez miért lenne jó hír? Örülnék neki, ha nem így lenne. Bárcsak ne így lenne. De külföldi ismerőseimtől is hallom, kimentek, hát külföldi és külföldön járt ismerőseimtől is hallom, kimentek külföldre, és az emberek így elképedve mondják, tök rendesek. Mondom, ez kéne, hogy legyen az alap. Magyar filmgyártás is ugyanez a szisztéma igazából, hogy az emberek el vannak képen, hogy hű, milyen jók a külföldi filmek. Igen, ez kéne, hogy legyen az alap. Persze vannak szar külföldi filmek is, de hát nem azt mondom, hogy mindegyik jó, de magyar színvonal az lényegesen alacsonyabb. És valamilyen szinten ez szerintem kötődik ehhez a mentalitáshoz is, amit mi magyarok tanúsítunk. Ez a negatív, diszkrimináló, pessimista hozzáállás. És ismételten csak azt kell mondjam, hogy igen, én is ilyen vagyok. Sőt, még az átlagtól is sokkal, de sokkal pessimista vagyok. Borzasztó pessimista vagyok. Még saját magamnak is kiállhatatlan vagyok néha. Ja, pont ez miatt igazából, hogy ilyen negatívan állok hozzá a dolgokhoz. És bármennyire is próbálok megváltozni, az alapvető természetem az sajnos ilyen. Ennek is persze megvannak a maga okai, mint ahogy a magyaroknál is ennek a negatív élethez való hozzáállásnak, negatív emberekhez való hozzáállásnak megvannak a maga okai. Ezek mind történelmiek, mind szociálisak, de alapvetően tagadhatatlan az a tény, hogy a magyarok azok jellemzően, hát főleg városban legalábbis, tehát faluban úgy tudom, azért kicsit kedvesebbek, kicsit megértőbbek,
mondjuk persze előítéletesebbek is sokszor, de általában kedvesebbek, meg vendégszeretőbbek, meg segítőkészebbek. Nem azt mondom, hogy minden esetben igaz, csak sokszor. De akkor is ez nagyon jellemző, ez a negatív hozzáállás. És itt most jöhetne az a kritika, hogy mi ez a kritika. Mert most én is negatívan állok hozzá a dologhoz. És lehetne, és ezt lehetne teljesen jogosan mondani, mert tényleg negatívan állok hozzá. De nem, és csak a, nem csak a negatív hozzáállást kéne látni ebben az egészben, hanem a, hogy is mondjam, a problémát, amiről beszél ez a negatív hozzáállás. Mivel ez az egyik dolog sajnos, amit nagyon sokan nem látnak be, nem vesznek észre, amikor egy kritika nem arra irányul, hogy a másikat megbántsa, hanem arra, hogy az őt segítse. És ezt a gondolatmenetet szerintem majd következő részben fogom folytatni. Bízom benne, hogy ez a módszer, hogy itt bányászás közben dumálgatok, ez nektek megfelel, legalábbis remélem, és nyugodtan lehet színni az én kurta anyámat, nem bánom, megértem, hogyha nem értetek egyet, sőt, hogyha még rácáfoltak azokra, amiket mondok, még egyet is értek, kaptok tőlem egy zöld pacsit, pacsit, te egy zöld pacsit, nem bánom, de csak fogjátok kultúrátra. Ennyit kérek. Következő részig, sziasztok!